úthenger és markoló is szükséges egy vasúti pálya felújításhoz. 2021-ben is bevetették őket a megyében, több helyen korszerűsödött a közlekedés. A Budapest-Nyíregyháza és Záhony közötti 100-as fővonalon mintegy 2,5 kilométeren cserélték ki a síneket, megszüntetve a korábbi sebességkorlátozásokat. Ugyanezt történt az Apafa Máté szakaszon érintettségében. A sincseréken felül ott még útátjáró átépítések voltak az idei évben, és hát itt mintegy 1 kilométeren keresztül sikerült megszüntetni ezeket a lassú jeleket. Ja, amit még az idei év érintettségében a pálya állapotok kapcsán ki lehet emelni, az Záhony körzete. Ott is folyamatosan ugye nagyon-nagyon használódik el a vasúti pálya, szükséges a vágányt szabályozni, a síneket cserélni, az alkatrészeket cserélni, vágányt cserélni. Ez volt a legeslegnagyobb értékű, legjelentősebb anyagi forrást felemésztő szintű karbantartás az idei évben, és Záhony érintettségében még ezt majd a jövőben is folytatni kell. A korszerű vasútvonalak arra is lehetőséget adnak, hogy a MÁV nagyobb sebességre képes járműveket is szolgálatba állítson rajtuk. Új szerelvényekből nem volt hiány az elmúlt évben, decemberben az új vasúti menetrend életbe lépésével Nyíregyháza térségébe is megérkeztek a KISZ típusú emeletes motorvonatok. Emellett néhány hónapja már az IC Plus első osztályú kocsikkal is találkozhatnak a megyebeli utasok. 2021 vasúti krónikájához egy súlyos baleset is hozzátartozik. A sín helyett a kövek között a vonatkerekei, oldalára borult vasúti kocsi mozdonya több méterre tőle a Bozótban. Még áprilisban Újfehértúl határában történt a nem mindennapi eset. Egy traktor a tiltójelzés ellenére hajtott a sínekre, és két ellenkező irányba közlekedő vonattal is összeütközött. A mezőgazdasági gép sofőrje a helyszínen életét vesztette, és csak a szerencsém múlt, hogy a vonaton utazók közül senki nem sérült meg komolyabban. Az anyagi kár azonban jelentős, több 100 millió forintos volt. Mindenkit arra kérünk, hogy ebben a téli időszakban is fokozottan ügyeljen a vasúti átjárókon való átkeléskor, mert hogy például ebben az időszakban, hogyha lehull a hó, akkor az még jobban növeli a fékutat egyrészt, másrészt pedig még jobban csökkenti a hangot, tehát hangtompító hatása van. Mindenképpen nézzünk körül, és csak akkor hajtsunk be az útátjáróba, hogyha meggyőződünk arról, hogy el is tudjuk hagyni azt az útátjárót. A fennálló járványhelyzet miatt a maszkviselése továbbra is kötelező a vonatokon és a vasút teljes területén. Amikor ezt az intézkedést még korábban bevezették, előfordult, hogy vasutasokat bántalmaztak a szabályoknak ellenálló utasok, ami nem egy esetben járatok késését is eredményezte. A MÁV szóvivője szerint azonban pozitív tendencia figyelhető meg azóta ezen a téren, a vasúttársaság pedig továbbra is az utasok együttműködését kéri.